Európa szívében, Kárpát-medencében van egy ország, Orbánisztán. Régi nevén Hungária, területét sok nép lakja, északon két középhegység uralja. Kelet felén az Alföldje van rajta, nyugat részén a Dunántúlnak szép tája, kettőt meg a Kisalföldje szétvágja. Európa közepén ott lakik egy kicsiny nép. Mint a fásult marhacsorda, bambán nézve azt bámulja, hogy egy tolvaj Fidesz horda a hazáját széjjel lopja. A Fidesz horda vezére Orbán Viktor személye. Volt focista. Mint valódi fasiszta az országát úgy uralja. Rablott pénzből osztogat, szegény embert fosztogat, a haverokat dotálja, bár minden ember utálja. Elfogadják vezérnek. Orbán Viktor jobb keze, Rogán Tóni őkelme. Korábban egy kerületnek polgármester vezetője. Túros és almás. Megszabad majd cukroznom is? Én nem kérek a cukrot, változom, majd a tessék. És ilyen van ülökben a belvárosi polgármester hivatalban, és ott van a bazilika, csak van, van. A sütemény jó. Csak a sütemény a terszükség? Hát azt kaptam süteményt, és sütemény jó, és ez alapján a döntés a polgársa választáson helyes volt, mert aki olyan családból jön, hogy nincs jó sütemény otthon, az sajnos nem lehet jó polgármester. Táskagyára kiútevője. Táskája és milyen márkája, amivel munkába jár? Itt látja, nincs a nálam táska. Hát most nincs, de szokott önnél lenni, az mennyibe kerül, elárulja? Ez találgasság, ezt önökre bízom. Annyit, 1,5 millió forint fölött van? Annyit elárulok önnek, hogy egyébként egy bávban vásároltam. Most a pénzben bőven dúskál, reggelente vízben úszkál, medencéje van neki, adóját nem fizeti. Lázár Jani a lézeres autóján jár, sokat keres. A munkáját úgy imádja, így hallik a dumája. Kapari, gyűjtsél, építkezzél, kockát kockára helyezzél. Aki erre nem képes, szegény marad, nem kétséges. Akinek nincs semmije, az annyit is ér. Így beszél. Kövér Laci taktikázott, szöget, kötelet kiáltott, bekerült a parlamentbe, s most van saját regimentje. Élt egyszer egy parodista, a Hofi, mondásait egész ország idézi. Kövér Lászlót kritizálja, így hallik az adomája. Kövér beszélt volna, akkor annak folyik a szara szájából. Színjártó a kőszikla, Orbán féle nagy mafla. Futszál csapat volt tagja, külügy tárcát uralja, sok barátját elhozta, jó helyekre bedugta. Nyüzsögi Peti, védd a gazdát, élvezed majd ennek hasznát. Dajcs Tomi a szép fiú, külsejére nagyon hiú, nevét, nejét gyakran váltja, Orbán Viki hűszolgálja, egyetemnek jogi karán diplomázott hajdanán. Sportminiszterként kezdte, beléptető rendszere, sokat tett a zsebébe. Miniszter volt, s képviselő. SMS-ben bunkóskodott, MTK-ban szorgoskodott, miniszterelnök biztosa, digitális nagy stratéga, sok funkció, sok a dolga. Áder János morcos medve, nincsen néki csepp jó kedve, nem mosolyog, nincs humora, mit eléraknak, aláírja, Schmidt Pali az elődje, nyelvünk igaz művelője. Német Szilárd erős ember, birkózásban nagy szakember, a szövetség elnöke. Rezsirizsát kitalál, hazugságot kiabál, olcsóbb víz, gáz, s a szemét, hirdeti az igéjét. Rogán Tóni, parasztgyerek parlamenti beszédében ezt üzente. Mi mindvégig az emberek pénzéért harcolunk.
Rákontrázott a jogász gyerek Rétvári. Mindenki életét meg akarjuk lopni, ad egy. Ideje hát cselekedni, Fidesz bandát elkergetni. Versből sokan kimaradtak, kik Fideszért fosztogatnak, Orbán barát Mészáros, kapcsolata igen gázos, tanácsadók és haverok, országomat megloptátok, átok, rátok. Orbán neje, apja, veje sok tolvaj a tököm. Tele, hosszú a sor, igen tarka, húzzanak el már a francba. A népnek joga van elkergetnie a kormány. Hangoztatta régen Orbán, igaza van, rajta hát, zavarjuk el a hordát.